Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Mozgalmas hét van mögöttünk, számos fontos esemény történt szeptember első napjaiban a megyében. Körutazásra hívjuk Önöket a következő 35 percben. Nézzük, hova megyünk. Megszépült a Geszteridi iskola. Új tornatermet és sportudvart alakítottak ki. Jubiláló gyermekvédelem, konferenciát rendeztek a görög katolikusok. Segítség Bökönyben. Szociális bérlakásokat adtak át családoknak. Szeptember 1-én a megye összes általános és középiskolájában becsengettek. Volt, ahol emlékezetes lesz ez a tanév. Geszteréden például sportudvart alakítottak ki, és megújult a tornaterem is. Hudáki Zoltán járt az átadón. A napelemek már korábban felkerültek a Szent Anna katolikus óvoda és általános iskola tetejére. A Geszterédi intézmény működtetését 5 éve vette át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Ezt követően 2017-ben jelentős felújításon esett át az épület. Az első lépésben megvalósult a régi épületnek a teljes rekonstrukciója, illetve egy teljesen új szárnyak az építése. Az új szárnyban 8 új tanterem kapott helyet, illetve nyelvi labor, informatikai labor, illetve aula került kialakításra. Ez volt az első lépés, és most az elmúlt évben egy EFOP-os pályázat keretében 183 millió forintot nyert az Egyházmegye, és ez egy infrastrukturális beruházása lett fordítva ebben az évben, valósult ez meg. Ez tartalmazza a tornateremnek a teljes belső felújítását, illetve az udvarnak a teljes rekonstrukcióját. Ez azt jelenti, hogy 2 rekordtámpája került kialakításra, a felső tagozatosoknak kondipark, illetve az alsó tagozatosoknak játszópark. Teljes parkosítás történik meg, egy része már megindult, a másik része pedig az ősszel dán-normann fenyőkkel lesz körbe kerítve az iskola. Ezen kívül nem csak a külső környezetünk újult meg, hanem a belső informatikai eszközeink is fejlődtek. Tehát konkrétan egy új nyelvi labor és egy új angol labor került kialakításra, mert az elmúlt évtől kezdődően, az első osztálytól már angol egy olyan tagozattal indult, hogy testnevelés és angol tagozat, tehát a kicsik közül is elkezdték már az elsősök az angolnak a tanulását, és ezt fogja segíteni az angol nyelvi labor. Illetve tanulói padok, egyszemélyes tanulói padok lettek kialakítva, tehát a gyerekeknek, az alsósoknak, a felsősöknek is, mert így könnyebb a csoportmunka, tehát tudunk 2-es, 4-es, 6-os csoportokat is kialakítani. A tanárok pedig új laptopot kaptak, illetve minden tanterembe került egy okostábla, ez nagyon megkönnyíti a pedagógusok, illetve a gyerekek munkáját, szemléletesen lehet az órákat megtartani, illetve a belső berendezések is cserére kerültek, illetve minden tanterembe kialakítottunk egy olyan polcrendszert, amely a gyerekek szemléltető eszközei teljes mértékben be tudja fogadni. A fejlesztések szerda délutáni átadóján és megszentelésén a fenntartó egyházmegye püspöke az összefogás erejét emelte ki. Mint elmondta, az egyház nevelést, identitást és küldetést ad a gyermekeknek. Olyan nevelést, amiben benne van a szó a növelés, hogy növekedjünk az ég felé. És aztán persze identitást, hogy kik is vagyunk mi. Itt Európa közepén, kik vagyunk mi magyarok? A magyarságunk mit is jelent számunkra? Mit jelent az, hogy keresztények, krisztusiak vagyunk? És mit jelent az, hogy mi nem úgy gondolkodunk, vagy törekszünk arra nevelni a gyermekeket, hogy ne abban gondolkodjanak, hogy önmegvalósítás, hanem abban gondolkodjanak, hogy a közösségben valamit, a küldetésemet, a hivatásomat teljesítem, és akkor
Isten valósít meg. Isten teszi teljessé az életünket. Isten teszi széppé. Isten segít bennünket azáltal, hogy sok-sok lehetőséget és kegyelmet ad, hogy képesek legyünk szeretetben élni. És így a szeretet által lesz teljes az életünk. Így akarjuk, így szeretnénk nevelni a ránk bizottakat, hogy nem csak az életet, nem csak a bioszt, hanem a zóét, az örök életet is szeretnénk növelni bennük. A közigazgatási államtitkár az oktatási intézmények járványhelyzet alatti munkáját köszönte meg. Embert próbáló időszak van mögöttünk. Az összefogás, a szolidaritás és fegyelem ugyanakkor meghozta a gyümölcsét, az európai mércével is mért magas átoltottsági aránynak köszönhetően bízhatunk abban, hogy az új tanévben már nem kell attól tartanunk, hogy a jelenléti oktatást ismét a távoktatás váltaná fel. Magyarország kormánya, mint ahogyan az elmúlt 10 esztendőben, úgy a jövőben is a szívén viseli a magyar oktatás ügyét. Országszerte 350 milliárd forint értékben 900 helyszínen zajlanak köznevelési és sportberuházások, tornatermek, tanuszodák, tantermek létesülnek, újulnak meg. Engedjék meg, hogy felvillantsak néhány beszédet adatot mindezekkel kapcsolatban. 2010 óta megduplázódott az egyházi köznevelési intézmények és az ott tanulók száma. Az idei esztendőben több mint 13 ezeren jelentkeztek pedagógus képzési területre, 2000 fővel többen, mint tavaly. A Modern Városok Program egyes beruházásai a megyei jogú városokban, a Magyar Falu Program keretében pedig vidéken támogatjuk a fejlesztéseket, emellett több Európai Uniós program forrásait is felhasználjuk a köznevelésben. A kormány továbbra is minden olyan kezdeményezést támogat és támogatni fog, amely hozzájárul a gyermekek színvonalas oktatásához, a bennük rejlő tehetség kibontakoztatásához. A 31 település magában foglaló választókerületben 30 iskola működik, közülük 12 egyházi fenntartásban. A Geszterédi intézmény egyre népszerűbbé vált az elmúlt években, a környező falvakból is többen járnak ide. Amikor kezdtünk 40 óvodással, most már csoportot kellett bővítenünk, már 80 óvodásunk van, illetve az általános iskolában is 72 bejáró tanulónk van. Iskolabusszal hozzuk a gyerekeket, illetve a szülők hozzák, 6 településről érkeznek hozzánk a gyerekek, és nagyon örülünk neki, hogy folyamatosan bővül a iskolának a felszereltsége, illetve személyi állománya, teljes nálunk a szakos ellátottság, tehát nyugodt környezetben, katolikus légkörben tanulnak a tanulóink, és ezt szeretnénk tovább folytatni, illetve a kormány, illetve az egyházmegye támogatását szeretnénk megköszönni, és azt szeretnénk, hogy a geszterédi gyerekek minél tovább tudják ezt a kellemes környezetet élvezni, és ebben a légkörben tudjanak majd tanulni. A beruházás összesen több mint 200 millió forintból valósult meg, a néhány évvel ezelőtti felújítással együtt pedig több mint 500 milliárd forint jutott az intézmény fejlesztésére. Tíz éves a görögkatolikus gyermekvédelem. Ennek apropóján rendeztek konferenciát a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Talán kevesen tudják, de 13 lakás otthont tart fenn a Nyíregyházi Egyházmegye, és több száz nevelőszülőnek segít a gyermekek gondozásában. Körtvéfáji Eszter járt a konferencián. A 10 éves a görögkatolikus gyermekvédelmi konferenciát Kocsis Fülöp érsek metropolita imádság éneklésével nyitotta meg. A rendezvényen elhangzott, hogy az egyház feladata a rábízott gyermekekkel, hogy üdvösségre vezesse az életüket. A Nyíregyházi Egyházmegye és a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálat már egy évtizede azon dolgozik, hogy a gyermekvédelem területén hathatós eredményeket érjenek el.
A gyermekvédelem területén nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy azt a közfeladatot, amit az állam látott el régebben, azt átvesszük szinte egy az egyben. És ugye az utóbbi években az a törekvése Magyarország kormányának, hogy az egyházak ebben valóban minél nagyobb szeletet vegyenek ki, és mi görögkatolikus egyházként is nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy ebben a munkában részt vegyünk, hogy ebben a munkában beleálljunk. És valóban hivatásunknak tartjuk azt, hogy azokat a gyermekeket, akiket tudunk segíteni, akiken bármilyen módunk és lehetőségünk van, hogy valamilyen módon az életüket szebbé, könnyebbé, emberivé tegyük, hogy azokat a gyermekeket vezessük. És ilyen módon a gyermekvédelemből leginkább két területen vagyunk jelen, ugye vannak úgynevezett lakásotthonaink, több helyszínen is tartunk fenn lakásotthont, immár 13 lakásotthont tart fenn a Nyíregyházi Egyházmegye a megye területén, illetve ezen kívül a nevelőszülőknél lévő gyermekekre is nagyon odafigyelünk, illetve a nevelőszülői képzésre is több száz nevelőszülőnk van, akik gyerekeket nevelnek, segítenek. Az ő összefogásuk, az ő vezetésük, és hát mindenféle módon, ahogy segíteni tudjuk, az ő segítésük a legfontosabb feladatunk a gyermekvédelemben. A nevelőszülőinknek az a fajta képzése, ami nem csak a professzionalizmust jelenti egy szakmai szinten, amiről ugye nem olyan túl régen szintén beszéltünk egy másik területen, azt itt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nevelőszülőinknek lelki gyakorlatokat tartunk például a nevelőszülőinknek, folyamatos továbbképzések vannak, ahol azt látjuk, hogy nem elég csak arról beszélni, hogy az újabb kutatási eredmények mit mondanak a gyermekek nevelésével kapcsolatban. Természetesen ez is nagyon fontos. De emellett a hitbeli megerősítés, vagy mondjuk az az elvárás, amit keresztény emberként nagyon fontosnak tartunk, hogy a szónak a legjobb értelmében tőlünk, krisztusiaktól, keresztényektől többet kell, hogy elvárjon a Jóisten természetesen, de a világ is. Tehát amikor magunkról beszélünk, amikor magunkat akarjuk tökéletesíteni, akkor a professzionalizmust kiegészítjük azzal, hogy lélekben is jók legyünk, ha lehet így mondani. A gyerekekkel kapcsolatban szerintem az egyik legfontosabb, a gyerekek nevelésével kapcsolatban is, ez egy nagyon régi tapasztalat, hogy igazából nagyon egyszerű, amit tenni kell velük. Szeretni kell őket. És ha ezt ezen a szinten is meg tudjuk valósítani, és ezt a nevelőszülőinknek át tudjuk adni, hogy mi másképp várjuk el tőlük azt a munkát, amit eddig végeztek. Hasonló a munka, mint amikor az állami ellátórendszerben voltak, és abban is igyekezett, én gondolom, mindenki végezni a munkáját, ahogy csak tudta. De ehhez hozzátesszük, hogy mi egyházként egy plusz mélységet mindenképpen elvárunk. És ez működik is. Természetesen van dolgunk még ezzel, kell ezen még nagyon sokat tökéletesíteni, de azt látjuk, hogy azok a nevelőszülők, akik a mi köreinkben vannak, igyekeznek ezt tényleg komolyan venni. Nagyon izgalmas és nagyon szép azt látni, hogy akár a lakásotthonokban, akár a nevelőszülőknél lévő gyerekekkel kapcsolatban nagyon jó visszajelzéseket kapunk az iskolákból. Hogy ezek a gyermekek, ha kiegyensúlyozottan vannak nevelve, akkor igenis látszik, hogy nagyon sok tehetséges van például közülük. Ebben is igyekszünk nagyon sok mindent tenni az egyházmegye oldaláról, hogy ki mit tudott szervezünk nekik, vagy akár ezek a gyermekek sportban nagyon sokszor eredményesek. Minden lehetséges dolgot igyekszünk nekik megadni, amivel azt tudjuk támogatni, hogy a sportban is sikeresek legyenek. Eszközökkel, cipőkkel, akármivel. Tehát ilyen módon is támogatjuk őket, hogy ahogy felnőnek, valóban mindannyian minél kiegyensúlyozottabb és minél hasznosabb tagjai legyenek ennek a társadalomnak. 120 éve, hogy megszületett az első magyarországi gyermekvédelmi törvény, mellyel az állam magára vállalta a felelősségét a gyámolításra szoruló gyermekekért. Több mint egy évtizede zajlik a szociális ellátórendszer átalakítása, melynek lényege, hogy a nagy létszámú gyermekotthonok helyett nevelőszülőkhöz és családokhoz kerüljenek a rászoruló gyermekek. Fülöp Attila, a magyar kormány szociális ügyekért felelős államtitkára korábban úgy nyilatkozott, rendszerváltás zajlik a gyermekvédelem területén, és mára sikerült leszámolni azzal a szemlélettel, hogy a szociális terület és benne a gyermekvédelem állami monopólium. Az országban a gyermekvédelmi ellátórendszer háromnegyede mára egyházi fenntartásban üzemel, és a nevelőszülők velük közösen dolgoznak. A legfontosabb, hogy a gyerekvédelemben van egy
törvényi kötelezettség, amely azt mondja, hogy a rászoruló gyermekeket védjük. És természetesen ez az államnak a feladata. De az nagyon fontos, hogy amikor a védelemről beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy ezeket a gyermekeket ismét a társadalomba szeretnénk visszavezetni, azt az állam saját maga soha nem tudja megoldani. Ahhoz közösségi erő kell. És ebben a közösségi erőben az egyházi szereplők azok, akik tudnak egy olyan hozzáadott értéket hozni, már csak azért is, mert ők akkor is csinálták ezt a feladatot, amikor az államok talán még nem is léteztek. Nekik ez nem egy újfajta jogszabályokon alapuló kötelezettség, hanem természetes feladatok missziójuknak a folytatása. Ezt az erőt, ezt a segítséget hívjuk azért segítségül, hogy ezzel együtt tudjuk ezeknek a gyermekeknek az életét javítani. A gyerekvédelme a legfontosabb, azt gondolom, hogy nem csak az élet számára kell őket megmenteni, hanem a nemzet számára is. Kell nekik tudni adni jövőt, kell nekik tudni adni álláshelyet, kell nekik tudni olyan lehetőséget és bizalmat, aminek kapcsán majd ők is lehetőség szerint adófizető és rendezett kapcsolatokkal érő gyermekek lesznek, illetve felnőttek. A magyar szakellátásban 23 ezer gyermek van. Ez azt jelenti, hogy ők azok, akik nem a vér szerinti családjukban nőnek fel, hanem onnan kiemelik, pontosan azért, mert ott veszélyeztetve van a jövőjük. És itt két lehetőség van, vagy intézménybe kerül egy gyermek, vagy pedig úgynevezett nevelő családokhoz, nevelő szülőkhöz, ahol mégiscsak családi körülmények között tanulja meg a szocializációt. A kormány számára az utóbbi a támogatott, azt szeretnénk, ha mindenki családban nőne föl, ezért is a nevelőszülői hálózatokat kiemelten támogatjuk az elmúlt években. Ma a szakellátás kétharmada nevelőszülőket jelent, tehát ez azt jelenti, hogy a 23 ezer gyerekből közel 16 ezer nevelőszülőknél nevelkedik, és abban is biztosak vagyunk, hogyha ezt erősítjük, akkor könnyebbé tesszük a gyermekeknek a jövőjét. Rendkívül fontos és úttörő volt az a fajta misszió egyébként, amit a görög katolikus egyház vállalt 10 évvel ezelőtt. Ne felejtsük el, hogy alapvetően gyermekotthoni átvétellel és gyermekotthonoknak a működtetésével kezdte meg a nagyívű működését a görög katolikus gyermekvédelem. A több mint 2500 gyerekről gondoskodnak, tehát 2500 gyermek az, aki az ő intézményeikben van, vagy az ő nevelőszülőiknél van, és azt gondolom, hogy ez a konferencia is nem csak azért fontos, hogy megköszönjük ezt a munkát, hanem azért is rendkívül fontos, hogy felhívjuk a közösség figyelmét, mindenkinek a figyelmét ennek a munkának az értékére. A legjobb gyermekvédelmi szakember munkája is kudarcra van ítélve, ha a társadalom, a közösség, az önkormányzatok, az egyház, a civil szervezetek, a gazdasági társaságok nem tudják befogadni, nem tudják segíteni azt, hogy valaki, ha gyermekvédelemben is nő fel, akkor is értékes, ugyanolyan tagja, természetes tagja legyen a társadalomnak. Ez mindannyiunk közös felelőssége. A gyermekvédelem valóban egy bizonyos korig tudja kísérni a gyermeket, 18 éves korig, vagy utána még egy pár évig. De a legfontosabb, hogy utána megmaradjon. Mi ezért indítottunk el szövetségben másokkal olyan mentorprogramokat, amelynek pont az a lényege és pont az a mondani valója, hogy már gyermekkorban, már ifjúkorban lehetőleg találjon egy olyan jövőképet, mondhatjuk egy olyan szakmát, amivel majd felnőtt korban tud ő gazdálkodni, ahol látja a jövőjét, ahol látja a helyét. Így van együttműködés például a Stílusos Vidéki Étterműséggel, ahol megpróbáljuk a konyhába bevezetni őket, hát ha ott megragadnak egy jó páran. Így van együttműködés a Vértesztfel program keretében a Honvédelmi Minisztériummal, a Honvédelmi Sport Szövetséggel, hogy a sport vagy a honvédelem területén próbáljunk megkapaszkodókat adni. A legfontosabb ezeknek a gyerekeknek, hogy kapaszkodót adjunk az életbe. A gyermekvédelmi intézményekben élő több ezer gyermek közül csak kevesen örökbefogadhatóak, de nekik is szükségük van a megerősítő családi szeretetre. Számukra jelentenek esélyt a nevelőszülői családok. Ma már a gyermekvédelemben élő 23 ezer gyermek 70%-a nevelőszülőknél él. A következő helyszínünk Bökönny, ahol szociális bérlakásokkal segítik a nehéz helyzetben élőket. 10 ingatlanba költözhettek be rászoruló családok, akik 5 évig jelképes 10 ezer forintos havi bérleti díjért lakhatnak a lakásokban. Nem csak a lakhatásban segítik őket, hanem képzéseket is szerveznek számukra. Kerecsen József járt Bökönyben. Igényesen berendezte új otthonát ez a bökönyi család. Ők is benne vannak a Komplex Telep programban.
Márciusban költöztek ennek a 120 négyzetméteres ikerháznak az egyik lakásába, azóta töltik itt mindennapjaikat. Ez az épület teljesen új építésű, de több olyan is akad a településen, amelyet felújítottak erre a célra. Bökönny mellett a választókerület több településén is sikeresen zajlik a felzárkóztató program. A térségben Kislétán már szintén használatba vették az új ingatlanokat, Nyírpilisen, Nyírmihájdiban, Encsencsen és Piricsén pedig most alakítják ki a szociális béllakásokat a rászorulók részére. 10 család kapott megfelelő minőségű lakást, ami 50-60 négyzetméteresek, ebből 8 új építés és 2 pedig felújított. Ehhez tartozik még 2 csillagpont, ahol a bentlakó lakókat, meg akik nem fértek be, de szolgáltatásra szorulnak és ellátásra szorulnak, ott van lehetőség arra, hogy főzicskézni megtanuljanak, és mosni, vasalni ezeket a háztartási munkákat a szociális munkások keze alatt és tanácsaival ellátva megtanulják, mert sokan vannak, akik még ezeket nem tudják, de nagyon jó felzárkóznak, és nincs probléma ezekkel a dolgokkal. Mindenki nagyon. Ez nagy mérföldkő, ez az EFOP 621-es pályázata község életében, hiszen egy 200 plusz 200 milliós, mert 200 az építés, és közel 200 millió az oktatásra, fejlesztésre, ahol még plusz tudtunk a gyerekeknek logopédust, szociológust, pszichiátert és stb. Fogadni abban, hogy a gyerekeket jobban fel tudják készíteni a óvodára, iskolára, és a szülőknek is a nézete valamilyen szinten változott. Mint itt ebbe a két lakásban megnéztük azt, hogy igenis van értelme ennek a dolognak, ennek a fejlesztési programnak, mert nagyon sokat és nagyon sokan szeretik és tisztelik ezt a helyzetet, mert annak is megváltozott a nézete, aki máskülönben nem igazán tudott normális hangvételt gyakorolni egyiktől a másikig, mert legyünk egy kicsit, alulképzett emberekről van szó, és szükségük van erre a képzésre. Ez a program nem csak szociális program, sőt elsősorban nem szociális program, hanem úgy tekintünk rá, mint befektetés a jövőbe. Hogyha ez egy szociális program lenne, csak akkor adnánk segélyt, és nem lenne más ebben elvégzendő feladatunk. Ez viszont ennél sokkal komplexebb, arra szolgál, hogy esélyt adjunk az embereknek, amellyel remélhetőleg ők élni tudnak. De kettőnál a vásár tartja a magyar közmondás. Ez egy olyan esélyt jelent az itt lakóknak, hogy felzárkózzanak. Remélhetőleg meg tudják ragadni ezt a lehetőséget, és valódi felzárkózás követi ezt a programot. Ez minden segítséget megadunk. Még azt is mondanám, hogy talán kisebb része a lakás. Viszont olyan feltétel, ami kell ahhoz, hogy minden aztán munkába tudjanak járni, a gyerekeket iskolába tudják normális körülmények között járatni, és ez munkahelyteremtés kell, olyan társadalmi közeg kell, ami díjazza a munkát, és nem csak szociális segít ad, hiszen a segélyezéssel ezeket a problémákat nem tudjuk eloldani, ez régi felismerésünk, ez egy sokkal komplexebb össztársadalmi feladat, aminek egyik eleme a lakhatás, de ez csak egyik feltétele, és nem garantálja a megoldást az egész közegnek, az egész társadalmi közegnek, a munkahelynek, az oktatásnak. Szolgálnia kell azt a célt, amely mindannyiunk számára vágyott cél, a hátrányos helyzetűek esélyfelzárkóztatását. A választókerületben több mint 7 milliárd forint értékű szociális jellegű fejlesztés történik. Ez a 7 milliárd forint, ez 4 tucat pályázatot akar. Ebből 6 pályázat az szegregált élethelyzetek felszámolása címet viseli, magyarul a telepprogramok. Ez 6 településen valósul meg. Kislétán és Bökönybe átadtuk ezen házakat. Emlékeim szerint Kislétán 7 ilyen lakás, illetve közösségi tér valósult meg, míg Bökönyben összesen 10 lakás az, amit birtokba vehettek a hátrányos helyzetű családok. Isten igazából ezeket a családokat felkészítették a közösségi életre, lehetőségeket nyújtott ezen pályázati elem a foglalkoztatás bővítésére a családok esetén. Én úgy gondolom, hogy nagy sikerű ezen pályázat a választókerületben,
hiszen, mint mondottam, volt 6 helyen valósul meg. Folyamatban van Encsencsen, Piricsén, Nyírmihájdiban a program megvalósítása, és véleményem szerint Nyírpil is az, ami a következő átadót jelenti. Tehát ez a 6 település az, ahol ezen programok megvalósulnak, összesen mintegy 2,4 milliárd forint értékben. Más fejlesztések is megvalósultak és tervben vannak Bökönyben. Néhány hónapja bővítették ki az idősek otthonát, ami így a kistérség legnagyobb szociális bentlakásos intézménye lett. Az önkormányzat a jövőt helyezi előtérbe a fejlesztések terén, bölcsődét építenének és a közlekedés feltételeit is javítani szeretnék. Egy komolyabb újraaszfaltozás már idén megvalósul. Igaz, hogy aszfaltos útjaink vannak, de a minősége kifogásolható, hiszen a szennyvízberuházás megtörténte után nem úgy épült vissza, ahogy az eredeti állapotban volt, hiszen 30-40 éves aszfaltot törtek fel, és azt az aszfaltot már visszatenni normálisan nem is igen lehet. De a bölcsődénk a legnagyobb álmunk, aminek a tervezése megtörtént. Hát most pályázzuk, és van ígéret a következő évben, hogy ez meg is valósuljon. Ez a legfőbb álmunk, de itt a főtérnek még azt a részét, ami még kívánnivalót hagy maga után, még azt szeretnék kialakítani, minél szebbé tenni településünket és jobbá. A falufejlesztési programban Bökönyt, túlsó táblájától Geszterét tábláig fog megépülni ez a 8 kilométeres útszakasz, és a maradék a megyetáblától Téglássorompóig, illetve Geszterét táblától Balkánysorompóig, ez a része pedig tavasszal fog a toppos programban megépülni, úgyhogy nagyon reméljük és bízunk benne, hogy ez teljesen úgy lesz, hogy valóra fog válni, hiszen ez a környék nagy álma. Az önkormányzat kerékpárút építését is kezdeményezi Téglás irányában, amire nagy szükség van, tette hozzá a polgármester. Az utóbbi egy évben 2 halálos kimenetelű baleset is történt az érintett szakaszon. Újra megnyitott a kapuit az általános iskola Laskodon. Sőt, mostantól a hagyományos oktatás mellett gyógypedagógiai képzéssel is várják a diákokat az intézményben. Pénteken tartották a tanévnyitót az iskolában. Új a festés és új a felirat a Laskodi Általános Iskola épületén. Tavaly óta nem működött itt oktatás, miután mindössze 27 tanulóját az intézménybe. Idén tavasszal aztán elindult egy kezdeményezés, aminek eredményeképp újra élet költözött a falakon belülre. Új szolgáltatás is része az újra nyílt intézménynek, a jövőben már sajátos nevelési igényű gyerekeket is oktatnak a tantermekben. Nem csak laskodiakat, hiszen ez a kisvárdai tankerületi központ első ilyen integrált intézménye. Nem csak a településünkön, a környékünkön lévő településeknek is nagyon-nagyon nagy jelentős lépés volt ez, ami most történt. Egy olyan oktatási intézmény, ami gyógypedagógiai intézményként fog itt továbbiakban működni, ez nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen azon gyerekeknek, akiknek többre van szüksége szakemberek által, képzések által, azok a gyerekek itt megkapják azt a lehetőséget, azt az oktatást, amire szükségük van, hogy a későbbiekben akár önállóan, illetve önállósodásra is alkalmas legyen az életük. A 2000-es évek végére, a 20-as évről beszélünk, sajnos 27 főre csökkent a gyereklétszám, Tudtuk, nem vártuk, de tudtuk, hogy be fog következni az iskolának a megszűnése. Tavaly évben az iskolát be kellett zárnunk a kevés gyereklétszám miatt. Most kaptunk egy nagyon-nagyon nagy lehetőséget. Köszönhetően Pásztor Gyula Csabáni kisvárdai tankerület vezetőjének, Hajnal Gabriának, a Klebensberg központ vezetőjének, és Kovács Sándor úr képviselőnek, aki ezt támogatta és átölelte. Ezt követően az intézményben 60 fő gyerekre kaptunk lehetőséget az itteni oktatásra. A 60 fő gyerek ezekkel a gyerekekkel sokkal több pedagógus, kisegítő foglalkozik, mint az általános más jellegű iskolákban. Így községünkben is jelentősen, nagyon-nagyon nagy jelentőséget biztosított az iskola azáltal, hogy akik a helyben lévő szakemberek, kisegítők, karbantartók, itt munkahelyet és igazi munkahelyet tudnak kapni.
A település vezetés célja, hogy tovább bővítsék az újra nyílt intézményt, és valamennyi korosztály számára ebben a környezetben teremtsék meg a nevelést és az oktatást. Ezt az önkormányzati kézben lévő épületet szeretné az önkormányzat óvodának átalakítani, de szakiskola és kollégium létrehozása is a tervek között szerepel. Hajnal Gabriella, a Klebersberg központ vezetője a megnyitón azt mondta, hiánypótló az új iskola, hiszen ma már minden térség számára alapvetés a hiányosságokkal élő gyerekek oktatása. Minden gyereknek jár az, hogy a saját szintjén megfelelően tudjuk fejleszteni és nevelni, és itt legalább ez most teljes egészében adott lehet. Ugye ez most az első lépcsőfok, mert látjuk, hogy itt most az általános iskolások lesznek. Ugye ez egy egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény, ami ugye azt jelenti, hogy olyan gyerekek kerülnek ide, akik szakértői vélemény alapján kerülnek egy ilyen egységes gyógypedagógiai intézménybe. Vannak itt ugye autisták, vannak így enyhén értelmi fogyatékosok, tehát az az igazság, hogy egy ilyen intézményben lehet ezeket a gyerekeket úgy fejleszteni, hogy kis csoportban, akár egyéni foglalkozásokkal, akár mozgásfejlesztéssel, akinek erre van szüksége, úgyhogy minden ilyen intézmény azt gondolom, hogy kincs. És mondhatnám azt, hogy sajnos, hogy kell, de mert hogy ugye ez azt jelenti, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek ilyenre van igényük, de én azt gondolom, hogy ő belülük ugyanúgy szakmát fognak tanulni, tehát a szakiskola is majd nagyon fontos lesz, hogy itt kialakítsák, mint hogy nagyon fontos lesz, hogy óvoda is legyen. Tehát ez akkor lesz teljesen egy komplexum, hogyha lesz óvodai nevelés, lesz általános iskolai nevelés, és lesz egy szakiskolai nevelés. Ez a célunk, hogy ezt itt megvalósítsuk. És nagyon örülünk, hogy polgármester úr ennek helyet adott. Sőt, polgármester úr nagyon lelkes, és polgármester úr rengeteget segít abban a tankerületnek is, hogy ez itt megvalósulhasson. A Klebersberg központ a továbbiakban is támogatja a fejlesztést, illetve amit még itt ki kell alakítani, de én azt gondolom, hogy hosszabb távon itt valószínűleg nagy szükség lesz egy nagyobb fejlesztésre, mert megvan minden lehetőség arra, hogy akár itt egy bentlakásos intézmény is lehessen hosszú távon, tehát akár egy kollégiumot is sikerüljön kialakítani, és én azt gondolom, hogy erre itt szükség is van a térségnek, hiszen ez nem a falut szolgálja ki, hanem az egész térséget ki fogja szolgálni, mint ahogy most is hozzák a gyerekeket busszal is ebbe az intézménybe. A Klebersberg központ elnöke hozzátette, a veszélyhelyzetben bevezetett több hónapos távoktatás lehetővé tette az iskola felújítások felgyorsítását. Ennek nyomán az elmúlt egy évben országszerte több mint 100 iskolában történtek fejlesztések, összesen 84 milliárd forint értékben. Gyakorlatilag minden nap 2-3 intézményt adok át, úgyhogy ez legalább egy örömteli pillanat a munkámban. Nagyjából 900 intézmény újult meg az elmúlt években. Ugye nagyon nagy beruházásokban a 4-1-2-es beruházás az, ami igazából a tankerületekhez kötődik, illetve a 4-1-3-as. Ezekből a 4-1-2-es az, amiknek most az átadása történik, a 4-1-3-as már korábban megtörtént. Az egy mint egy 30 milliárdos összegben volt, közel 500 iskola, 5 kisebb beruházások történtek, és 110 olyan intézmény van országos szinten, ami nagy beruházáson esett át, illetve esik át, és most adjuk át. Ez eredetileg egy 60 milliárdos beruházás volt, amit már a kormány 24 milliárddal megtoldott, tehát összességében most körülbelül 84 milliárd forint értékből 110 intézményt tud teljesen megújulni. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor egy hosszabb beszélgetést láthatnak Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszterrel. Várjuk Önöket akkor is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!